Tányor azt mondta, hogy minden bizonnyal játszol, sőt kezdő csapat tagja leszel az írek ellen. Hogyan összegeznéd a kinti meccsnek a tapasztalatait, a beállásod meglepette, hogyan dolgoztad fel azt a hirtelen helyzetet? Először is nagyon jó érzés volt beállni. Megmondom, hogy nagyon sajnálom, hogy a Róli megsérült, hiszen mondhatom nyugodtan, hogy a válogatott oszlopáról van szó. De sajnos ezt bekövetkezett, be kellett, hogy álljak. Bíztam benne, megmondom őszintén, hogy szerephez jutok. Arra nem számítottam, hogy ennyi lehetőség lesz. De én úgy érzem, hogy megtettem mindent, és a továbbiakban szeretném ugyanezt kezdeni. Úgy emlékszem, hogy csatárként kezdted a pályafutásodat. Annak idején legalábbis játszottál csatárként. Ez segítséget jelent neked a védőmunkában? Valamennyit úgy gondolom, hogy igen, hiszen ha mondtad, lehet így mondani a gondolatom, tehát azon is van, hogy a csatár merre mehet, vagy mi a gondolata. Bár ilyen nagy játékosok ellen ugye édes kevés, mert ilyen nagy játékosok pont azt csinálják, amire nem számít a védő. Uh-huh. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, valamennyire segítségem benne. Baros milyen ellenfél volt? Kemény. Kemény és jó, nagyon jó játékos. Csibész volt vagy? Igen, a szószoros értelében. Igen. Aha, de azért sikerült megoldani a feladatot. Így van, nagyon örülök neki, hogy lehoztuk a másik félidőt kapott gól nélkül, és hát még örömteljük a helyzet, hogy így megkötöm ilyen mérkőzést. Ha valaki azt mondja neked mondjuk egy hete, hogy három nap leforgás alatt Milan Baros és Robi Keane lesz az ellenfeled, mit szóltál volna? Én egy kicsit előrevetítem, és hát vissza megyek, igen. Mert hogyha nekem egy évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy ugye szinte végigjátszom a bajnokságot, mert összesen két meccset hagytam ki sérülés miatt. Megnyerjük a Magyar Kupát, megnyerjük a bajnokságot veretlenül. Behívnak a válogatottba, és a válogatottba játszom, bemutatkozom, akkor azért nem hiszem el. De ezt a két dolgot se, hogyha mondják egy héttel előtt. Akkor ez olyan mint egy álom? Mondhatom nyugodtan, igen. Aha. De az egész csapatnak ezt a pénteki meccs óta eltelt időszakot hogyan éltétek át így közösségben? Mindenképpen nagyon jó volt a hangulat, mondani se kell, hogy egy ilyen győzelem után. Úgy gondolom, hogy eddig sem volt hozzá a csapat, de úgy gondolom, hogy ez egy győzelem még jobban összehoz bennünket. Telefonok, SMS-ek jönnek? Jönnek még. Otthonról? Igen. Barátok, ismerősök. Támadó játékra számíthatunk az írek ellen? A magyar csapat részéről? Mindenképp szeretnénk támadni, ugye anélkül nem lehet gólt szerezni, de úgy gondolom, hogy mindenképp egy biztonságos védekezés az első számú feladat. És a tipped a meccsre? Szeretnénk nyerni. Köszönöm de szépen. Nem szeretek tippelni. Köszönöm szépen. Köszönöm.